Két és fél éve fejleszti folyamatosan az Autisták Országos Szövetsége azokat a digitális applikációkat, melyekkel most workshopon ismerkedhettek érintett szülők és támogatók Salgótarjánban. Az autisták számára fontos vizuális támogató rendszereket sokan papír alapúan használják, képekkel, illetve füzetekkel. Ezek jellemzően napi rendeket, eljárásokat tartalmaznak, mint például egy vásárlás vagy egészségügyi intézmény felkeresésének részfeladatai. Most ezt egy mobil applikáció segítségével, amit ők okostelefonon vagy tableten használhatnak, igazából még mobilabbá és hatékonyabbá tettük, mert egyrészt az informatikai, az sokkal nagyobb lehetőséget biztosít ennek az összetettségének a kiaknázására. Másrészt mobil, tehát tudjuk magunkkal vinni, és tudjuk távolról is szerkeszteni a tartalmakat, tehát rugalmasabb is. Hát harmadrészt pedig nagyon-nagyon fontos, hogy teljesen más egy furi képekkel, azokkal teli kis fűzős mappával szaladgálni, vagy egy mobiltelefonnal, ami mindenkinek a kezében ott van. A szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy az applikációk segíthetik a társadalmi beilleszkedést, a támogatókkal való kapcsolattartást, valamint hatékonyabb és azonnali beavatkozást is lehetővé tesznek egy-egy napirendben. A workshopon magát a telepítési folyamatot is végigvezették. Ezt tanultuk meg ma, hogy hogyan épül fel a szoftverrendszer és hogyan működik. Úgy láttam és úgy tapasztaltam itt most ezen a fórumon, hogy ellenőrzésre, beavatkozásra is nagyobb lehetőségeket nyújtanak ezek az eszközök, ezek az applikációk. Hát nagy előnye ennek a szoftverrendszernek, hogy mi is tudunk visszajelzést kapni valóban a gyermekeink napjáról, akinek a képességei lehetővé teszik ők az érzelmeiket, azt, hogy mit éreztek és miért érezték úgy a nap folyamán egy-egy esemény kapcsán, vagy történés kapcsán, vagy helyszínen. Ezt az applikáció segítségével egy eseménynaplóban tudja rögzíteni a rendszer, és ez nagyon informatív és megnyugtató lehet a szülőnek is. Másrészt, ha a változás történik egyelőre eltervezett napban, akkor távolról is ugye tudunk segítséget nyújtani annak a személynek, akit támogatunk, amik oda-vissza, tehát kölcsönösen előnyös tulajdonképpen. Itt a fórumon nagyon gyakran autista gyerekek kerültek szóba, de láttam az applikáció néhány részletén, hogy ez tulajdonképpen gyermekek és felnőtteknek is segítség. Ezt képességtől és korosztálytól függetlenül igazából igyekeztünk az egész spektrumot lefedni, ezt úgy tudjuk, hogy ez a fejlesztés, ez igazából egy üres keretrendszer, amiben a támogató személyek, akik eddig is nyújtották a támogatást a mindennapokban, ők töltik be a tartalmakat. Éppen ezért lehetséges az, hogy egy 3 éves kisgyerek, akinek mondjuk még a fogmosásban vagy az öltözésben kell támogatást nyújtani, ugyanúgy tudja használni, mint egy autista felnőtt, aki felnőtt társunk, aki mondjuk egyedül szeretne személyigazolványt csináltatni. És nem mindegy, hogy az anyukája kíséri el, vagy valaki, és ő segíti, vagy pedig ő egy ilyen alkalmazás segítségével, ha nem is teljesen önállóan, de önállóbban el tud végezni egy ilyen dolgot. Volt, aki annyira fontosnak érezte a lehetőséget, hogy Füzesabonyból jött el Salgótarjánba a foglalkozásra. Mindenféleképpen azért fontos ez számunkra, hogy a digitális anyagon kívül még személyes kapcsolatot is tudjunk teremteni azokkal az emberekkel, akik itt vannak, illetve az oktatóinkkal, illetve a vezetővel, és a program maga az fontos, a felépítése az, hogy lépésről lépésre megtapasztaljuk azt, hogy mégis hogy kell ebben a programban dolgozni, összeszerkeszteni. Tapasztalatok alapján az autizmus spektrum zavarral küzdők többsége nagyon könnyen sajátítja el a digitális világ eszközeinek használatát. Az, hogy átfordítottuk most a napi képesrendeket digitális világba, ez a kor következménye, illetve kötelezénye gyakorlatilag, és innétől kezdve, hát erre is kell haladnunk, ezt is meg kell tanulni, használni ugyanúgy neki is, hiszen bárhova elmegy egyedül, valóban kell ott, ahol éppen tudni kell, hogy mit kell csinálni, mit nem, hogy kell csinálni. A workshopon résztvevők egy tesztelési programban vesznek részt. A folyamathoz segítő pontokat alakítottak ki 11 helyen az országban, közöttük Salgótarjánban is. A folyamat várhatóan nyár közepén zárul, és ezt követően minden érintett rendelkezésére állnak majd az applikációk.